Jó reggelt kívánok! Sziasztok! Kipari jelentkezik a következő videóval! Hely! Hány óra van 8? Ma megérkezett a videó, ne vicceljél! Mindig ugyanabban az időben! Keeper szállítja a videót, azt hittem megnöglöttetik, azt most ballag elő onnan. Ne vicceljél velem, hallottik! Eddig még egy darab tojást nem tojtál, hát mit csinálsz? Komolyan mondom, mi ez? Mi történik? Mi folyik egy gyöngyösen? Figyeljétek, a Rigli fel van akazva itt a kerítésre. Hát megőrülsz, és jaj! Oda csipi lábamát, mondani, tik, meg mit csinálsz? Dolgozzál, toljál, tojást, nem érünk rá. Egyed azt a búzát szépen megfele, hát megvan itt az ember. Na gyerekek, hol tartottuk? Úristen, várj, aj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 
Figyeljetek, itt vannak a bajok. Itt vannak a bajok, látjátok? Ezzel a rohadt combine. Egyébként ezzel van a baj. Ezzel nagy probléma van. Na, de próbálom vázolni, hogy mi lesz ma a gyerekek. Le kellene aratni ezeket a földeket már végre. El kellene adni a cuccot már végre. El kellene el kellene vetni a földeket végre. Le kellene kultiválni, és meg kellene mindent csinálni, hogy újra tudjunk termelni rajt. De olyan, ez a kombány, ez olyan szinten lassú, hogy a tökömet, nem tudom mit csinálok a tökömmel, most azon gondolkoztam, nem jut semmilyen frappáns eszembe, de ami itt történik, ez őrület, gyerekek, várjatok, időt kell indítanom, mert már megint elcseszi a keeper. Figyeljetek, az a szituáció, hogy sorskártya nem van, úgyhogy lehet, hogy nagy bajok lesznek, lehet, hogy nem lesznek bajok, lehet, hogy jót fogunk ki, lehet, hogy nem fogunk ki jót, de ez mindig egy kicsit ilyen izgalommal tölt el. Annyit egyébként hozzá akartam fűzni a dolgokhoz, a sorskártyákhoz, hogyha olyan sorskártyát húzunk például, ugye, hogy ha még egy ugyanezt kidobod, akkor megkapod a TS telepet, de ugyanakkor dobunk egyet, akkor mindenképp úgy van, hogyha nem találod el azt, ugye ugyanazt a számot, például mondjuk, hogyha dobsz egy 20-at, akkor mondjuk abban lehet, hogy az a sorskártya az, mondjuk, hogy dobjál még egyszer, és hogyha még egyszer 20-at dobsz, akkor megkapod a CS telepet. De, hogyha a második dobás ilyenkor nem ugyanaz, tehát akkor nem érvényesül, akkor mindenképpen az a sorskártya fog érvényesülni, amit kihúztunk másodiknak, értitek? Szóval mindenképpen lesz sorskártya, nincs olyan, hogy nincs sorskártya. A segítő váratlanul abba hagyta a munkát, kiürült a tartály, úgyhogy kell vinnünk nekünk, nem tudom, várjál, még mi ürült ki? Ezt nézzük meg. Aha, azért. Oké, jó. Kell vinni nekünk műtrágyát. Egyébként a műtrágy az baromi gyorsan fogy. A maga az nem nagyon, de a műtrágy az fogy, mint az állat, gyerekek. Viszont ott az a rohadt súly, figyeljétek, talán felveszi azért azt a... Ó, kacsit akarom felvenni, Mare! Nem fogja felvenni. El kell vinni a súlyt adnám. Ó, te hallod, pont! Ja, mert a izény, ja, mert hát a súlyom van a pót, jó van. Volt eszed Keeper megint. Volt eszed megint, így pakolod le a dolgokat. Bössz van a súlyjal, közlekedsz. Ja, hát ez az UTB mindig az eladás határán van. Úgyhogy keresünk egy kis pénzt, és biztos, hogy fogunk keresni ebben a részben, akkor már szegény menni fog a háztól. De megmondom azt, hogy na izé is jó lenne, hogyha menne. Ugye az a kombány az egy vadító. Úgyhogy azzal is lehet, hogy kellene valamit csinálni, mert ez nem nagyon fog. Nem megyek sokra, úgy mondjam. Oké, gyerekek, visszatolatunk, aztán folytatja. Mert ugye ezek azért nem csinálják meg itt a legvégét, mert ugye ilyen nem egyenes, tehát nem húzza ki teljesen. De oké, azon semmi probléma nincs. De hát akkor az, hogy azokat a hosszú csíkokat oda beleejti, az viszont az egy őrület. Na jó van, dologra paraszt. Ugye, mehetsz. Mi meg mehetünk odébb ezzel. Álljunk olyan helyre, ahol nem nagyon zavarunk semmit. Hát ezt, mondjuk ezt is árvihetném, mert most ugye meg van tankolva minden, viszont itt van egy mag. Majd a magot azt el fogjuk használni akkor a vetőbe, és akkor úgy fogjuk hazahozni. Ezt is árviszem, hogy akkor legyen egy helyen. A kapu hiányzik, a kaput majd meg kell vennünk, gyerekek. A pótkocsikra gondoltam, hogy ezt hova rakjuk. Lehet, hogy a pótkocsikat, azokat valahova ide sorba, ide helyezel. Legyen meg mindennek a helye, és akkor mindig ugyanott találom meg, nem? Ezt a súlyt viszont lehet, hogy leveszem róla, mert
fölöslegesen cipeljük a súlyt, ha súly kell, akkor legyen. Oké, de ne az, hogy így. Egyébként ezt az UTB-t tök jó használni azért, mert gyors mind az Isten nyila. Ilyen tök, nagyon fürge. Ugye azt mondtam, hogy az eszközöket, a függesztett eszközöket, meg ugye a vetőt is, ezt majd ide fogjuk rakni sorba. Jó vagyunk, várja, a krisztál, maradjon a krisztál egyelőre ott. Azzal is ugye hoztuk a permetezőt. Oké, gyerekek. Akkor most a következő szituáció. Árban hozom minden, ugye? Tök jó. Ezt kapcsoljuk le, vagy állítsuk le. Mehetünk aratni. Ez az aratás, ez egy tortúra ezzel a kombájnnal. De valószínű, hogy ezzel a kombájnnal kell valamit kezdeni. Eladjuk a cuccot, és akkor lehet, hogy veszünk egy Force Street 512-t, vagy valamit, mert ez... Ez egy borzalom kategória. Hát de mondjuk sorskártya van, úgyhogy az még egyenlően ki kell várnunk, hogy mit húzunk abból. De nézd meg, ilyen csíkokat vagy, ezt csinálja. Vagy ez nem tudom, hogy a Földnek a hibája, de ez nagyon nem jó. Meg amit beszéltünk, ugye meg kellene nézni, mennyit érnek ezek a Földek. És akkor lehet, hogy az kellene, hogy ha beérik a másik Föld itt mellettünk lévő, megpróbálni, megnézni, hogy el tudom adni ezeket, és meg tudom-e venni azt. Mert egy darab nagy földön sokkal jobb gazdálkodni, mint ezen a három picit. Ez sajnos azt kell csinálni, hogy keresztben, mert ugye, hogyha hosszába, akkor kétszer annyit kell fordulnom. Igaz, hogy ugye van közte erre is, de hát sajnos ez így működik most. Ezt a gépi munkást nem merem neki küldeni, szóval most én itt szenvedek vele, bocsérte. Ja, ezt a három kicsi földet simán feladaznám egy olyan nagyért. Nem tudom, mennyit érnek ezek, hogy van. Ki kell számolni, és lehet, hogy a sorskártyát megvárjuk, és akkor lehet, hogy bizniszelünk földet. Lehet, hogy át kicsit itt trükközünk a földekkel, adunk-veszünk. Viszont ennek a fordulóköre baromi jó. Nagyon ki tudja tekerni a kerekét. Gyakorlatilag tolongatni nem is kell vele szinte, mert nagyon jókat tud fordulni. És néha arra kell figyelni, hogy túlfordított szinte, mert annyira jól fordul. Hát azon a pici földön is még lenne dúza. Meg kellene csinálni azt, ekkora, ennyi mennyiségnél én már arra gondoltam, hogy mindenképp pörgetni kellene az időt a legjobb áron eladni. Nem kellene szar áron eladni, betárolni még nem tudjuk, mindenképp sílót kell majd venni, hogy tudjuk tárolni a dolgokat, hogy ugye tudjunk küzérkedni az árakkal. Leginkább az a fontos ebbe. Úgyhogy oda még egy síló mindenképpen be fog kerülni. Figyeld ezt a fordulókört, oda néz. Majdnem vissza tudsz fordulni így arra csomóra. Learatjuk a pipacst is, gyerekek, az is nyomja a súlyt. Hát megyünk a másik oldalra, hát sajnos tisztem izéért, búzáért, azért itt kell szarakodni ezért, mert szar a kombány, vagy a szar a föld, hát de ez majd ki fog derülni mondjuk. Jó, menjünk át a túloldalra, üríteni nem sok értelme lenne. Egyébként, látod? Ez is ugye belapul a földbe. Jó, hát ez milyen pici, nézd meg, hát ülve az ember, körülbelül olyan magas, mint maga az első kerék, úgyhogy maga a paramétere is pici ennek a kombájnak. Hát ez mekkora vágóasztal? Két méteres vagy három? Nem is tudom mekkora lehet. Jó, megindítjuk azon a földön. Ugye? Erre lehozom a kultit. Kíváncsi vagyok a kultivátorral, hogy fog dolgozni. Mert hogyha a kultivátorral a krisztál szintén rosszul fog dolgozni, akkor viszont, akkor a földnek van baja, és nem a kombájn. Úgyhogy azt még mindenképp ki kéne próbálni. Meg mindjárt jön a sorskártya. Sorskártya húzás! Imádom a sorskártya húzást. Az nem tudom, honnan jött ez az ötlet, de tényleg nem elfogult vagyok, meg nem, most nem akarom magam hype-olni, de ez annyi, akkora plusz dolgot ad hozzá a játékhoz, hogy ezt simán beleraknám izébe. Simán beleraknám egy feature-be, tehát az eredeti játékba, hogy legyenek ilyen változó dolgok, gyakorlatilag ilyen küldetésszerűek. Lehetne úgy, hogy néha felugrik, ugye, bizonyos óránként, vagy random, felugrana, hogy jó, ott van a valami XY a kocsmában, hogyha elérsz oda, akkor mit tudom, 20 euró, de hogyha taboz, vagy
teleportálsz, akkor meg 20 ezer eur, de hogyha 20 ezer euró, hogyha oda elérsz, na, de hogyha teleportálsz, vagy pedig taboz, akkor nem éri meg, vagy akkor nem kapod meg. Ez az, amikor gyorsabban gondolkozik az ember, mint pörög a nyelve. Szörnyű. Jó, lenne, ezt nekiküldjük valahol. Meg akkor le kellene vettetni a maradékot az MTZ-vel, kézzel. Jó, ez mehetsz. Aha. Ezt én sem a legjobb. Mi van? Na, itt egy kicsit ilyen fura ez a föld. Jó, ezt az MTZ-vel le kellene vettetni. Ugye a szélét. Ez nem egy nagy kunst. Simán meg lehet csinálni. Látod, itt csak ennyit, hogy az MTZ. Viszont a izé, a combine, ezt baromi sokat. Na majd kíváncsi vagyok, hogy a kulti ezt hogy fog működni. Azon a földön, ugye, amelyik lehet learattuk. Mondom, hogy melyiken. Az egyesen, az egyes földön. Mindenképpen a földeladás meg a vétel, ugye az aratás után fog megtörténni, hogyha van rá lehetőség. Nem nézem meg addig az árakat, de... Mindenképp sorskártya után, mert ki tudja, hogy milyen sorskártyát húzunk. Viszont elmondom nektek, az a probléma lehet... Jó, ezt vihetjük el innen. Az a probléma lehet, hogyha olyan sorskártyát húzunk, hogy bukunk egy földet, akkor, hogyha kettő nagy földünk van, mert akkor ugye mindenképp egy nagy földet fogunk bukni. Szóval azzal lehetnek gondok. Úgyhogy az nem tudom, hogy ez meg fogja nekünk érni. Na nézzük ezen a területen, hogy dolgozik. Hát ezen is szarul, látod? Nem megy ki a végéig. Annyit lehetne ilyenkor csinálni. Ezt a végéig kimegy, mert ugye itt frankó minden. Lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy a földnek a végét leengerelni, és akkor ugye nem lenne ebből gond. De hát ez a... Te mit művel ez? Figyelj, a föld közepéről fordul. Hát itt ez innen indítja. És akkor azt felejtsd el. Rohadtul kíváncsi vagyok már tényleg, hogy most hozom a krisztát, mert ugye az ilyen rémálomgépem. Azt hiszem az a legerősebb is. Túl fényes az a textúra, lehet, hogy le fogom cserélni olyanra, mint ami itt már látod erre. Ez olyan, ez kicsit jobban néz ki. Jó, kultivátor, az van valahol. Valahol fönn van. És rohadtul kíváncsi vagyok, hogy fogja megoldani a kultiválást. De ha azt is rosszul, akkor a földek bagosak. Akkor a mappal van baj. Na, ez most ugrik a majom a bízbe. Indítjuk a másik feléről. Nehogy átszágódjon a izére, amíg learattatlan földre, mert akkor baj van. Úgy gyerekek, van munka bőven. De viszont a tervek vannak, rengeteg terv, az a durva. Na jó van. Dologra paraszt. Kíváncsi vagyok, hogy fogod ezt megoldani. Remélem, hogy jól. Amit még akkor akartunk. Gondolkozzál, Keeper, mi volt az eszedbe? Valami volt az eszedbe. Jó, ezt a műtrágyazós vetőgépet meg akarom tölteni. Úgy. Ja, a földeket meg akartam nézni. Ja, hát meg mindjárt sorskártya. Úristen. Oké. A vető az egyelőre maradjon ott. Mert ugye mindjárt használjuk. Oké. A földek értékét mindjárt felbecsüljük. Oké, annyit megcsinálom, gyerekek. Muszáj lesz. Na. Ugye. Arról beszél, úristen, 10-11-es, nézd már, milyen gyönyörű földek. Ugye én ezt megvettem 28, mennyi a 11-es? 71, na hát annyi nem lesz. 73. Szembe. 31. Valami paró nagy föld kellene gyerekek, amit egybe tudnék munkálni. Ez a 3, ez mennyit ér? 14 ezer, meg 22 ezer, az 36 ezer. Meg 20 ezer, 46 ezer. Nem, 56 ezer. 56 ezer, ugye?
Jól számolom, 20, igen, 40, 56 ezer körül. 56 ezerért tudnánk venni földet. Elhelyett a három helyett. Meg kell várnunk a sorskártyát. 71 ezer, oda néz. A 11, vagy a 11-esre gyűjtünk. És úgy, hogy eladjuk ezeket, és akkor 11-es. A 11-es gyerekek, ez a megbolondulna, oda néz, mekkora. És ugye közvetlen mellettem lenne. Akkor ettől megszabadulnánk ezektől, nem kell átjárni az úton. Nagyon könnyen megközelíthető, meg utána akkor mennénk tovább, és nagy földekbe gondolkoznánk. Ugye a nagy föld, és úristen a 9-es, nézd már meg, bazza. Utána a 10-es, 73, utána jöhet a 9-es, meg a 8-as. Itt, ezen a környéken ezek a nagy földek. És a 8-as, ha megvan, figyeld, ezt a sort hogy megszereznénk, akkor oda nézzél. 41-es tesó. És itt az átjárás, az ilyen ennyi. Szóval itt akár még utat is tudnánk kialakítani magamnak. És a 40-es, oda néz, 40-es. 39-es, és akkor meg hátulról tudnánk támadni ezt a részt. Figyelj, fölül szar minden. Itt is kicsik. Ami érdemes innen ugye jönni, ez 11-es, 10-es, 9-es, 8-as, 41-es, és itt végig ezt a részt így befoglalni. A gyakorlatilag akkor innen, a vasúttól, ez ugye vasút, ha jól sejtem, ez vasút, a vasúttól délre lévő szekció. Itt vannak a nagy földek, meg ugye itt, a Tiesztelepen szemben. Ezek kicsik, apródik, nem jó. Esetleg még a 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es összeszámva. De hát ezek túlárazottak, 37, azért nagyon sok. Nagyon sok. A 11-esre kéne gyűjteni 71 ezer gyerekek. Nem elérhetetlen cél. Nem elérhetetlen cél. Jó, arassunk okosan, megnézzük mennyi vagyunk. 93, milyen izé. És sorskártya búzás mindjárt, addig eladjuk a, szerintem a búzát. A tyúkoknak szerintem valannyi, hogy bőven elég. Meg hát úgyis majd fog esni belőle. És egyelőre búzázunk, ez ugye egész jó, egész kellemes. Hogyha ugye vennék egy bálázót, akkor tudnék bálázni, és azt is el tudnám adni, az még egy plusz pénz. Úgyhogy még azzal is lehetne, de nézd meg, hogy hogyan arat, hallod, hogyan arat. Szörnyű, borzalom. Oké, ne, mondom, megállítom. Blokkollak, blokkollak. Oké. Jó van gyerekek, ezt eladom, nem tudom, bele kéne pörgetni az időbe, mindenki többet föl kéne halmozni. Szerintem be is fog pérni a pótkocsiba az összes, és akkor majd a pótkocsin rajthatjuk, azon tároljuk. És... ja, biztos, hogy bele fog férni. Bele fog férni. Ugye? 8000-ig megy kb. Akkor még marad nekünk 4000 hely, ezen meg biztos, hogy nincs 4000 már. Azért lett búza, hallod? Ugye olyan 10000 lesz, 10000 körül lesz. Oké, és kocok. Figyeld! Mit művel már megint? Az mit? Most ne haragudjál meg, nem. Mik azok a csikok benne? Miért csinálják ezt ezek a gépek? Ezek a földek nem jó? Vagy... nem értem, hallod. Ilyen hosszú csikokat, de kb. Ugyanúgy hagyja meg, mint a... annyira szörnyen nem azért, mint a Combine. Nem értem. Na mindegy. Szerintem sorskártyát meg kellene ejtenünk. És akkor utána esetleg eladjuk a dolgokat. Jó. Sorskártyázunk, gyerekek. Az muszáj mindenképp megcsinálni, most egy-két perccel vagy később. Megkevertem, és akkor csapjunk bele. Egy-két, ha! Aszály miatt a legmagasabb számmal jelölt földön elfonyadt a termés. Hát, ennél jobban gyerekek nem is lehetett volna, mert a legmagasabb számmal jelölt területem, az szerintem, mindjárt megnézzük, hogy melyik.
A legmagasabb számba jelölt terület az a 3-as. Tehát akkor ez azt jelenti ilyenkor, hogy ami 3-ason van, hogyha el van vedve, nagyon rácsesztünk, azt ki kell kultiznom, és újra kell vetnem. Oké. Jaj, de jó. Nagyon örülök neki, testvéreim. Komolyan mondom, ennél jobban nem is vagy. Nem is örülhetnék ennek. Szörnyű. Ó, te fiú. Akkor ez a 3-as számmal jelölt. Ez elfogyott. Tudom, hogy egyébként még nem kezdett el nőni, de ilyenkor az van. Ez úgy működik ez a sorskártya, hogy ott megsemmisült a termék. Jó, hát akkor azt újra kell izelni, újra kell ültetni. Azt hiszem újra vetni nem fogja, úgyhogy ki kell kultiznom, és újra kell vettem. Úgyhogy, na mindegy. Ekkor ezt az, ami már csinálja meg. Szörnyű. Jó, nem nyertünk nagyon nagyot. Szerintem át fogom venni most ezt. Ettől. Úgy érzem, hogy én hatékonyabb leszek ebben, mert nagyon hülyeségeket csinál. És eladjuk a... Belepörgetünk addig az időbe, és eladjuk. Eladjuk a terményt, és megnézzük mennyi van, és megnézzük mennyi kellene ahhoz a földhöz. Úgyhogy most ez fog menni, az a művelet. Valahogy ki kellene termelni annyit, hogy meg tudjon menni azt a 11-es földet. Csak akkor utána ne húzzunk olyan sorskártyát, hogy elveszik a izé. Elvesztünk egy földet, mert akkor lesz a baj, gyerekek. Minden pénzre szükségünk van. Lehet, hogy le is kellene állítanom egyébként, de nem gondolkozom a melóst. Gyerekek, leállítom a melóst. Minél kevesebb pénzünk fogjon, mert ugye nagyon pici. Na, hogyha eladjuk a földeket, el tudjuk adni, akkor mindenképpen fölösleges elvetnem. Meg kultizni, meg minden, dolgozni rajt. Ugye meg mindjárt kiderül. Minden pénzre szükségünk van, úgyhogy ezt learatom. Egyébként azt csinálnám, hogyha leengerelném a földek végeit, mert a földek végeivel a leginkább problémájuk. Ott lehengerelném, ahol ugye elhagyja, akkor nem lenne gond. De ennyire akkor azt is csinálhatnám, hogy ott kézzel nem csinálom meg, hanem akkor úgy vagyom, nem? Mert a végeredmény ugyanaz. Ha lehengerelem, ugyanúgy nem lesz vagy semmi, meg hogyha hagyom, hogy ne vessem bele, akkor ugyanúgy nem lesz vagy semmi. Csak plusz munka, fölösleges munka, hogy lehengerelem. Hát annyi, hogy jobban néz ki. Nem idegesít, hogy oda nem betett. Ezt nézd, mit művelt. Na mondjuk ennyit lehengerelni azért tudod ki. Jó, mondjuk, hogy a széles vágóasztallal, a nagy kombájnat húz dolgozni, akkor annyira nem olyan nagy probléma. Az a lényeg, el kellene most adni a szemet. Meg kellene nézni, mennyit kapunk érte. Hát, arra fáj, 11-es területre nagyon fáj fogom. Hopszatuskó! Ne! Megsüllyedtünk? Nem csak, hogy rámentünk a tuskóra, hanem meg is süllyedtünk. Lehet, hogy néhányan azt mondjátok, hogy új devia vagy keeper, hogy ezt el akarod lenni ezeket a területeket, de higgyétek el, hogy sokkal jobb egy nagy területen dolgozni, mint így szétosztani a munkát pici szarokra, mert ugye egy folyamatosan cserélgeted a gépeket, kultizgatsz itt, meg utána átrakod a másik területre, és akkor ez ilyen tök ilyen nagyon jobban inkább lefoglal, nem tudsz koncentrálni más dolgokra. Nagy területre meg ugye rászabadítod a kultival a traktort, aztán ott el van bele fél órát, addig tudsz csinálni mást, már a felénél lát ki tudod küldeni a vetőgépedet, sorba ugye folyamatosan tudod csinálni a dolgokat. Kicsi területen meg egyszerűen nem férnek el a gépek, meg ugye nagy területen majd nagyobb gépeket tudunk rendszeresíteni. Viszont, hogyha egy nagy területen van, azon gondolkozok, ha egy nagy területtel játszanék, akkor viszont nem is kellene ennyi traktor. Mondjuk de, mert ugye akkor egyik kultizna, a másik vetne, a harmadik meg már tudna mondjuk műtrágyázni még egyszer. Mindent így sorba ugye tudsz csináltatni velük. Ne, kell annyi traktor. Most próbálom egy költségeket faragni, meg így kitalálni, hogy hogy legyen. 324-ünk van. Oké.
mehetünk be, engedjük a szemet, eladjuk, megnézzük, belepörgetünk, megnézzük, mennyi az annyi. Aztán meglátjuk, srácok, meglátjuk. Jó lenne kihozni a 11-es földet, nagyon-nagyon bírnám. Hát ez most egy rossz sorskártya volt, erről beszéltem, hogy akármikor történhet olyan is, hogy egy rosszat húzol. Na. Engedjük a szemet. 9000. Jó lenne, hát 10000 nem lesz persze, mert nem is volt benne körülbelül csak 800, úgyhogy ilyen 9500 körül lesz. Oké. Okay. És akkor most kellene megnézzünk, ugye? Hogy? Kettő helyen is megy fölfele, gyerekek. 988-on van, az azt jelenti, hogy most kapnánk ki a 10000-et. Amiben még nem fogunk megvenni földet. Hát próbáljuk egy videópörget, és próbáljuk meg. Mondjuk nézzük meg egy délután kettőig. Még mindig fölfele vagy. Az még mindig fölfele megy a keleti gabona elevátor, de lehet, hogy nem fogja megelőzni a másikat. A gabona malomnál veszik 1152-ért. Tehát olyan 10000 körül számolhatunk. Kicsit több, mint 10000-be. Meg kell volna jelölnem, nem? Az melyik a gabona malom? Az a izé van ott, ugye? Hol van a gabona malom? Hol van a gabona malom? Itt? Bazza, ott sem volt, van még. Végig kell menni, és akkor itt végig van az után. Oké. Okay. Jó, gyerekek, 18 óra van, most már tovább nem pörgetem az időt. Hát sajnos nem fogunk meglenni annyi pénz, amennyit szerettünk volna, 72 000. Megnézzük, hogy mennyi hiányzik. Megpróbáljuk valahogy megpróbáljuk kigazdálkodni. Ebben a részben én nagyon szeretnék megvenni a 11-es földet. Hello, buszra vártok, jó van, nem baj. Egyébként ez nem rossz pénz. Azon gondolkozok, honnan tudnék pénzt keresni. Megint el kéne adni valamit. Átgondoljuk a helyzetet, gyerekek, átgondoljuk. Előző részben, hogyha nem veszem meg a sajátort, akkor ugye megvan, de tényleg nem akartam. Mindenképp úgy akarom, hogy 300 euró környékéből indultunk, annyiból legyen, abból gazdálkodjunk. Itt van egy jó nagy erdős rész. Ha elbuknánk mindent itt a híd alatt, el tudnánk kéderezni. Egyébként azt terveztem, hogy az lenne akkor. Itt mennyi fa van, úristen. Hogyha nagyon szeretném a falvágást, akkor ez nagy pénz lenne. Gyerekek, van izén fám, nem? Valahol. Van 3-4, vagy talán 5 darab szálfám is, ugye, ott maradt fönt az erdőn. Abból tudnék pénzt csinálni. Ide kellett jönnöm? Be van zárvadék. Na. Hello. Ugye, hogyha el tudnám tárolni, lehet, hogy még ennél magasabb áron is el tudnám adni később, de hát sajnos nincsen sídlóm. Azt is ugye meg kell venni valami 180 000-be fáján, ha vicceljék. Persze módoltam meg átírt áron lehetne olcsóban is, de hát nem sok értelmét látom. Na gyerekek, egy ilyen 11000 be fog lenni. 11000-ig megyünk fel inkább, akkor mondom úgy. Oké. Okay. Annyira nem rossz, ugye? Annyira nem rossz. Azért figyelj, erről a három földről lekaptunk 11000-et. Az nem rossz. Most ezt nagyon át kell gondolni a szituációkat. Először is visszamegyünk. Ugye? Visszamegyünk. Számolunk, de nagyon pontosan. Hozom is a számológépem a gyerekek, mert itt aztán minden egyes dekaforint számít. Úgyhogy mindjárt számológépet hozza a képer. És akkor mindjárt kiokumuláljuk. Hogy hogy tudjuk megvenni a 11-es földet, és azon nekiállni 1000-re dolgozni. Azért az egy hodály föld. Azt szerintem az a baj, hogy hektárokat nem ír ennél a mapnál, vagy nem tudom, hogy miért. De az a föld szerintem minimum
háromszorosa a mostani földjeinknek az összes területének. Ugye? Várjátok, nézzünk egy üzét. Egy ilyen... Hát ez baró nagy egyébként. Most ez halálkom olyan. Ugye megnézem térképen is, azért nagy hülye, nagy rossz üzletet ne csináljunk. Még ez a három föld csak kicsi a belegondolsz, figyeld ma. De, jopa. De mindjárt jobban meglátni a térképen, meg mindjárt kiszámoljuk, hogy mennyi az annyi, meg hogyan lehetne ezt kihozni normálisan. Először is nézzük. 11-es föld. Hát, ha nem is háromszor, de szerintem dupla akkora van. Ugye van egy csomó út, meg minden közte, szar. 11-es, tuti, hogy dupla akkora van, ugye? Dupla akkora biztos, hogy van. Oké. Okay. Akkor számol a Keeper 1000-rel. Azt mondja, hogy 14562. Ki kell nagyon? 14562. Meg. Oké. Okay. Meg. 19872. A mostani egyenlegünk 11258. Az 68209, gyerekek. 68209. A 11-es föld az 71800. Ugye? Cirka 3600 pénzünk kellene, és akkor rendben lennénk, gyerekek. Jó, oké. Okay. Akkor újra tervezés. Ez mi van rajta egyébként? Kukorica, gyerekek. Kukorica János. És nem sokára beér. Milyen? Megnéz. Hát figyeljetek, meg kell nézni akkor. Akkor kukorica adaptert kellene még szervózni. Kukorica növekszik, gyomos mind az atom. Figyeljetek, csak le kéne permeteznem, el van bedve kukoricával az egész. Ami jó, kukorica adapter venni a kombájra, ha tudunk. Figyeljetek, újra van tervezve minden megoldódik, higgyétek. Ez mai rész az megint egy, hogy mondjam, gyerekek, ebben alig van vagyok. Figyeljetek, a végén úgy csörülök be, hogy még bizonyra se lesz pénzzel. Üzemanyagra, és áthúzunk mindent először is, azt átgondoljuk a dolgokat. Ide jöhet a vető. Csodálatos módon. Oké. Okay. Egyik traktor be. Figyeljetek, egy kicsit ilyen reformol most. Reform. Ez. Mehet a kombány. Lehet, hogy nem fog beférni. Figyeljetek, ez tök jó lenne, mert ezt lepermetezem. Igazából gyomos. Megtrálja a 100%-ban, ugye? Ha jól emlékeztem, lepermetezném. Akkor egy 100%-os hozamú kukoricát tudnék szeretni. Ebben nem fog beférni a kombány, ezt na most látom. Oké, okay, semmi gond. Itt meg mennek a gépek, ám mindent össze-vissza vagyok. Most annyira izgulok, hogy gondolkodok, hogy ez nem hiszitek. Jó, ez is megy. Figyeljetek, itt hagyjuk a földet félúton. Az úgyis elfonnyadt. Egyébként az is hozzájárul, hogy ezen elfonnyadt a termés a hármasok. És megint kultizzam újra, meg vessem újra, bazze, aztán szívom el. Itt vagyunk minden. Bazze, a költözés alatt kivonulunk, bazze, átvonulunk szembe. Az út túloldalára. Az igazság oldalán van, gyerekek. Ott van a gazdagság az út túloldalán. Ez tök jó egyébként, hogy itt vannak a függesztett eszközök, ott vannak a... Ott vannak a izék. A gépek sajnos nem férnek be, hát ez Edgester Keeper. Ez a shelter, ez nem a legideálisabb. Főleg nagyobb gépeknél már tudja, hogy nem fogunk beférni. Gyerekek, hát most egy kicsit így érlelődik egyébként bennem, hogy lesz itt a következő dolog. Még van nekünk egy gépünk, ugye? Ami, megmondom őszintén, hogy el fog menni a háztól. El fog menni.
Azt a betyár, Sanyi lerobott egy akkora csontot, hallod? Megpróbálta fölvinni az ágyra, vagy kapott egy ilyen velés csontot, ilyen... Hát ilyen száraz, úgyhogy nem nincsen vele semmi gond, de... A gyerekek... Nagyon, mindig folyamatos reformokat hajtunk végre. Egyébként egy... ismerősen mondta, akinek vállalkozása van, hogy akkor tudsz haladni a vállalkozásra, hogy folyamatosan behorgatod a tőkét, és mindig kitalálsz valami újat, mindig fejlesztesz. Ja. És azon gondolkozom, melyiket adjam el, úgyhogy ezt át is fogjuk gondolni. Megnézzük a garázsunkban, hogy mik vannak. Nem tézzük semmiképp kiskabinost. Ez csak 3200. Jó, de mondjuk, hogyha elviszem, akkor ugye többet ér. Jó, hát igazából más nagyon nem is tudsz eladni, mert azok mind kellenek, meg igazából minden ilyen értéktelen. Minden ilyen értéktelen. Sehetőt nem vagyok, hogy figyeljetek, akkor ez mindenki. UTV megy a háztól egyelőre. A jó ügy érdekében, jó? A jó ügy érdekében. Visszavisszük. A jó ügy érdekében. Eltávozik. A kaput mindenképp meg kell vennem, de most egyelőre nincs rá pénzük. Gyerekek, én mindig olyan szinte lenullázom, hogy el kell adnom a gatyámat azért, hogy fejlődjünk. De most figyeljetek, egyébként ezt nézzétek meg. Itt lehet látni leginkább, hogy milyen hosszú ez a föld. Figyeld. Innen, itt már ugye megy bőven. Figyeld. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Mondta nézzé. Megyünk. Ma alig látod a kecót, figyeld. Ezt még felénél vagyunk. Mondani, tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. És az a másik föld az itt megy mellette, és is ilyen, ugyanilyen rohadt hosszú. Hoppá, itt hátul be lehet jönni, de jó, van egy patok a végén. Na, oda fognak belepotyogni a gépek, mi? Gyerekek. Egyébként ez se rossz itt, tehát ilyen dimbos, dombos, nem tudom, meg elég messze is van. Az a jó, hogyha minden közelem van. Terjeszkedni kell, gyerekek, minden stratégiai játékban komolyan. Van rajt homlokrakodó, hát ez nem drágább, vagy homlokcsatoló. Meg megnézem ezt a javítást, de szerintem nem nagyon rongálódott, nem tudok javítani rajta. Figyelj, eladás. Gyerekek, most nagyon ott van, nagyon izé van. Nagyon para van. Na földek, bazeg. Egyes. Eladás. Hája, 22 000, igen, eladás, jó. Eladás. Eladás. 72 050 gól, és 71 800 a földgyerekek, a 11-es. Bazd, ne szorakozzál. Jó van. Bazd, megvettük a 11-es földet, hallod? A 11-es föld a miénk. Úristen, nézd meg mekkora te. Ú, gyerekek. Hallod? Ez nagyon adja. A miénk ez a kukorica föld. Nem tudok átugrálni. Menjünk már itt az ideig. Nézd meg, és ennyi átjönni. És ugye ez a föl... Ezek a fák, ezek az enyémek rajt. Halott kapásból pénz jön a házhoz. Meg elvileg itt a közep... Úristen, de szép ez a kukorica. Kukorica adapterra kell a kombájra, gyerekek. Ezeket a fákat is ki tudnám vágni. Várja, meddig van a mögye. Igen, itt. Ezt a fát. De hát egyelőre hagyom. Gyerekek, ezeket, ez is az én fám. Ez is az enyém még. Meg lehet, hogy ez is. Ez is az enyém. Ez meg már nem, ez meg már a szomszédé. Ha, és ez még lehet, hogy ez a pont középen van, de inkább felé busz. Nem az enyém. Jó. De jó, gyerekek, de jó. Hallod? Basz, mekkora ez a föld. Júj, nagyon jó, és egymás mellett van szépen a... Tök jó, hogy elköltöztünk sorba, így haladunk lefele, délre. Meghódítjuk dél, gyerekek. Ez viszont le kell izen... Gyom... Júj, meg sincs trájászva, ez igaz. És időt ne förgessünk semmiképpen, gyerekek. Ezt le kell trájázni kétszer, vagy minimum egyszer. Meg gyomírtani kellene mindenképp. Jó van, gyerekek, semmi gond. Úgyhogy akkor, várja, mennyi idő van? Hú, még bőven van időm. Jó. Figyeljetek, akkor az MTZ-ben, az MTZ-ben nagyon kevés az időanyag. Spóroljuk. Spóroljuk, mert megint van 200 euró.
Megint van 200 euró, gyerekek. Megnézzük ezen a földön, hogy fog ez muzsikálni. Le kell trágyáznunk. Mi ez ilyen? Egyébként ez ilyen vizes, vizes ez a föld. Vagy ez a... Igen, ez a talaj. Gyerekek, ugye letaposás magat ezt kivettem. Mert ne azon idegeskedjük, mert ne kereket kell cserélni minden egyes alkalommal. Adjál neki, Sanyi, nyomjad neki. Lehet, hogy nem lesz elég, belevárja. Jó, nem baj, semmi gond. Csináljon csak, hadd szóljon. Igenis, megtrágyadott 50%. És az a baj, még egy növekedési stádiumba tudom azt hiszem ráküldeni a következőt. Szóval mindenki pörgetni kell majd az idővel. Jó, nyomja neki a madara. Itt a legszélen is megtrágyadott 50%, jó ideig is elvert. A szél végén megnézzük egyébként, hogy mit tud csinálni. A nyaj izével is kell. Egyébként mondtátok, hogy ti is sokan írjátok, hogy a gyomírtót ez úgy működjek. A üzemanyagért lehet, hogy el kell menni majd. Végén még el kell adnom a gatyámat tényleg, hogy tudjak üzemanyagot venni. Ki fog fogyni egy traktorom, az jó lesz. Nagyszerű. Oké, ezt megvárjuk. Tök jó, hogy itt mellette van. Ez is tök jó. Nem kell, hogy... Utáltam, hogy ott kedis bózsász a földeken. Várjál. Váltsunk rá. Kíváncsi vagyok, hogy fordul a föld vége. Mert itt aztán van csak, mert figyeld. Jó. Na. Lehet, hogy ez a föld nem bagos, tudod? Például. Hát itt meggondolja, apám. Úgy tolott rá inkább, jó? Nincs semmi gond. Csak csináld is meg nem, normálisan. Gyerekek, mekkora földünk lett, hallod? Nagyon brutálabb. Azért ez nagyon jó. És ez ugye sokkal hatékonyabb vagy egy ilyen. Figyelj, 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 visz. Hát szerintem az teljesen a végéig lenyomta, ugye? Hát... Itt 16%, 41, 42, nem. Nem van a végéig szerintem. 50%. Végéig lesz. Jó, ez jó, jó csinálja ezt a földet. Jó csinálja ezt a földet. Ez melyik stádiumban van, tudom azt így megtenni. Növekszik. Hát ez így. Nem tudom, ez itt már hányos lehet. Kettes, hármas? Hármas talán. Ja. Akkor még egy növekedési stádiumunk talán van, és akkor még meg tudom csinálni még egyszer a... A műtrágyám nem tudom mennyi van. De egyébként baró jó, hogy itt vagyunk mellette. Ez annyira tetszik. Úristen, de jó. Itt dolgozik a gép. Tök jó, és látod. És nagyon, á, de nagyon jó. Ja, hát nem sok műtrágyám van, gyerekek. Szomorú helyzet. És az igazából drágaság. Ezt még nem indítom neki, mert még nem érdemes. Ezt a fát lehet, hogy ki kéne bangolnom innen, azt föl kéne csapni, és akkor ezt eladnánk. Akkor mindjárt lenne egy kis lóvé. Meg kéne döntenem oda a kukoricába. Még van egy kis időm, gyerekek. Ez nem kicsi ám ez a fa, sőt, ez nagyon brutál megy ez a fa. Halljátok ezt így, és többet nem váltunk ki. Külső nézetre, akkor jó ez. Csak az a baj, hogy a pótkocsit azt csak azt tudom használni hozzá. Mert... Ugye, azt tudjuk meg. Ez egyébként nem jó, ebben nem tudsz fát pakolni, ebből kipotyog. Tesztelve van, nem tudsz bele fát rakni. Erősen gondolkodok egy csomó mindenán. Fából tudnánk, ugye ezt a fát is ki tudnám, azt a fát is ki tudnám csapni, meg ott középen is ki tudnánk fát csapni, abból lenne pénzünk. Bár, hogyha most le tudnám ezt permetezni, meg le tudnám műtrájázni, akkor... A kukoricából már is lenne pénzünk, ugye? Viszont kellene egy kukorica adapter. Úgyhogy ezzel mindenképp el kell mennünk a... Ezzel mindenképp el kell mennünk a boltig, ugye? Ennek így kell lennie. A kukorica adapter kellene. Ez jó helyre álltad, ugye? Ja, csomó mindenki gondolkodok. Megnézem a krisztált megint. Figyelj, és pedig ott ilyen izék vannak, ilyen fák. Na, abba belekeveredsz? Nem, mert visszatolat okos. Jó. Jó, ezt a földet szerintem frankon műveli. Tök jó. Meg itt is meg tudom nézni, ugye, hogy itt hány százalékon van.
50, 41, hát ugye már még nem vagyok rendesen rajta. 50% gyerekek, tök jó. Rajazott. 47, 49. Hát... Lehet, hogy a legvégéig nem húzta ki. Most egyetlen, ekkora földnél már ugye minden... Most egy ilyen ekkora földnél a végén van egy kis veszteség, nem olyan nagy probléma, mint egy kicsi földnél szinte csak a közelte a jó. Na jó, ezt el kéne vinni. Igen, ezt a fát azt kicsapnám. Akkor nem is zavarna annyit. Ezt viszont... Opp, opp, ne gyere, ne gyere, ne! Jó. Kell egy kukorica adapter rá. Egyébként nem biztos, hogy csak rávalót tudnék venni, hanem kellene valami, az a lényeg, minél szélesebb, és ami minél jobban, minél szélesebb kijön igazából a pénzükből, ami nulla. De ugye, hogyha eladjuk, oda nézzetek, tök jó trágy. Az mennyi, hány százalékon van az? Na, nézek. 43 százalék. Hát, figyelj, kell hozzá még. Meg ugye kell is vennem, úgyhogy valószínűleg, hogy fákat ki kell csapnom. És ezt össze kell szednem. Csak időt nem pörgethetek, mert ne menjen növekedési fázis följebb. Nagy kukorica fődik. Megcsinálhattam volna ugye azt is, hogy megvárom, hogy beérik, de lehet, hogy a gyömösodás az bemarad volna. Meg nem lett volna megtrágyázva, akkor nem nagyon éri meg. Bár akkor meg ugye ingyeled volna. Most figyelj, tök mindegy milyen lesz a kukorica, mindenképp az nekem plusz lesz rajt. Plusz pénz. Aztán ezeket a földeket is sorba összeszántanád. 10-es, 11-es, 9-es. Egy határ nagy, atom nagy föld lenne. Jó, mert így rajt tudod hagyni a munkásodat, és egy csomó ideig csinálja, érted? Nem az van, hogy ilyen pici földeken végez 2 perc alatt, meg odébb kell rakosgatnod. Nagy földeken kell dolgozni, gyerekek. Na, ezt akkor megpróbáljuk eladni. Hát tudom egyébként, hogy sajnos mindig ilyen penge élen táncolunk anyagilag, de én úgy érzem, hogy megéri. Tök jó egyébként, az tök durva, hogy velem végig szenveditek, hogy mint egy ilyen sorozat, nem? Mit csinálsz? Miért nem lehet ezt nem lehet eladni itt? Ez nem jó, mert akkor szalára fog fizetni érte a jövő. Próbálom beljem rakni, nem tudom. Ugye egy szalára fog érte fizetni a baut. És ugye akkor mindenképp el kell mennem fát termelni. Nem tudod így eladni, ez nagyon baj. Ez nagyon baj, gyerekek, ez nagyon baj. Az a baj, ilyen 80, meg ilyenekbe kerülnek ám a dolgok nálam. Nincs drága dolgom nekem. 1700. Mindenképpen kell adnom, gyerekek, mert ezt nem fogom tudni learatni azzal. Nézzük az aratós szerkezeteket. Hát jó. Nyilván nézzük, ez mennyi volt egyébként. 2500, jó, ott adjon meg. És nincs hozzá, nincs hozzá. Bazza, ez a kombány egyáltalán tud izét vágni nekem? Jaj, te egyre nagyobb probléma. Nagy szarokba keverem magam, komolyan. Hol vagy? Kukorica ott van, és hol akkor a vágóasztal? Hol akkor a vágóasztal? Mert a vágóasztalok már nem volt ott. Hát ugye itt van, ez például kukorica. De hát ez nem ahhoz való. Nézzük, várjál, hány méteresek. Nyugodjunk meg egy pillanatra. Ez ugye nem jó. Nem tudom akkor hol van ennek a... Ez ugye másé. Ez a 106-os dominátoré. Oké. Ez gyapott. Érdekes, hogy ez tudja a kukoricát, figyeld. Érdekes, mi? Ez az napraforgó, meg csak kukorica. Neki az a vilkivel, ez csak kukorica. Mondjuk ez 6 méteres, ez meg 7,5 méteres. Ugye ez a doné. Hát annyit egyébként össze tudnánk kubikolni az egyből fából. Még megnézem az összes módon. A forsítnek vannak cuccai, ugye? Azt át kéne nézni.
Ennyi van. Úristen. Úristen, gyerekek. Úristen, nem a legjobb. Csű, gyerekek, nem a legjobb. Kukorica adapterek. Ugye van külön is. Aha. De itt meg ennyi van. Nagyon-nagyon meg vagyunk lőve. Mindenképp el kell menni, akkor fát vágni. Nem is baj, hogyha kivágjuk azokat a fákat. Jó, ez be ki is fogyott. Körülbelül itt a felénél. Valószínűleg, hogy nem lesz annyi, amennyi elég lesz neki. Várjál, ez hány literes? Ez azt hiszem 200 literes volt, és azt hiszem egy darab zsákunk volt ott. Nézzük meg. Ez ugye 100 liter, a felénél vagyunk kb. Hát nem való, hát ez 100 liter, ez semmire nem elég. Mondjuk aztán akkor legalább tud dolgozni, nem? Figyeljétek, ezt be kéne tölteni. Ha izébe... Ne! Ne! Ezt most beledobtam ide! Ezt komolyan mondod? Ó, te fiú! Azon gondolkoztam, hogy a vetőből viszont ki tudnám menni, ugye a vetőben most nem kell. Nagyon-nagyon izébe kell itt gondolkozni kell. A hülye gyerek meg sajnos az történt, hogy abban a pótkocsiba beledobta a zsákot. Úgyhogy van nem bajom. Na figyeljetek, újra tervez. Ezt nagyon ki kell fundálni. Vagy igazából, hogy a kukorica mindenképp a legjobb hozamba jön le. Ugye ez az itt a lényeg. Ebben meg szépen beledobtam azt a rohadt zsákot. A hülye gyerek. Úgyhogy ebben elvileg az van most. Nem. De nem nincs semmi. És hova valahol eldobtam azt a zsákot. De nem tudom, hogy hova. Megint akkor elveszett. Olyan hang volt, mintha ilyen... Mintha valamivel beledobtam volna, de hát úgy látszik, hogy nem. Mégse. Akkor a pótkocsi marad. A vetőből ki kellene venni. Gyerekek, fasz. Nem egyszerű az élet, komolyan. Oké. Okay. Jók vagyunk. Jók vagyunk, semmi gond, gyerekek. Megoldjuk, meg kell oldani a problémákat. Ugye ez nem csak az életbe, a farming szimulátorba is. Főleg, hogyha okozod magadnak a problémákat, ugye? Ne kell mennünk a raklap villáért. Ott akarom hagyni mindenképp azt a műtrágya szórót, mert nem fogom tudni, hogy onnan folytattam. Inkább elvisszük oda a cuccot. Kellene nekem a raklap villa. Ezt valahol itt hagytam, ott van. Ezt a földet alattuk így valahol ilyen csegmetül. Oké, rakva a villa megvan. Fölcülöljük a pótkocsira ezt a ládát, vagy raklapot. Úgy. Nem túl sok van benne, egyébként ezt megsugom. Ugye kiderül, 180 liter. Viszont 180 liter, ez ugye szerintem végez vele, mert felénél vagyunk azzal. Simán végez 180 literrel. Figyeljétek. Probléma megoldás, mester fokor, úristen, úristen. Sírjatok szerintetek, hogy jó ötlet volt ez a dolog, amit most csinált a Keeper, vagy úgy gondoljátok, hogy ú, hát ez nagy hülyeség volt, tetszik-e, nem-e tetszik-e, nagyon kíváncsi vagyok egyébként a kommentekre mindig. Meg ugye kommentreagáló videók azok érkeznek, amint mindig tudom csinálni, még próbálom egy pár naponta. Mit akartam, hogy nincs, Pani. Ezt mehetünk ki a földre. Ki kell vinni neki basszus a izajt. A műtrágyát. Mi az kicentisztem, öcsém? A sárvérő az így pengett. Oké, gyereke. Oké. A fákat, ugye itt is ki tudok vágni egy fát, itt is ki tudok vágni egy fát, ott legalább kettőt ki tudok, ebből a rengeteg egyébként ez. Ebből mindenképpen meg fogom tudni oldani.
Ja, de még egyszer ugye le kellene mindenképp permetezni, vagy le kellene, nem permetezni mindenképp kell, mert mindenképp kellene még egy műtrágyázást tolni rá. Úgyhogy ez elég sokba fog nekünk kerülni. Ez a föld, ez hatalmas, tesó. Jó, hát a felénél bőven vagyunk. Úgyhogy ez jó lesz. Itt lehet, hogy bele fog keveredni, majd át kell raknom egyik helyről a másikra. Azért jó lenne ezt kivágni ezeket a fákat. És akkor azt ugye megszántani. Meg hogyha összeszántás van, akkor is zavaró az a fa rész. Bőven a felénél túl vagyunk. Meg az a mai közben izé van ám gyerekek. Fogy az üzemanyag mindenből is. 64%, akkor ez 300 liter körül volt. Nem baj, szerintem annyi elég lesz neki. Indítsuk is el. Mondom. Indítsuk el. Ne az MTZ-re! Jó, az el is fogyott. Ja, jó lenne egyébként még egyszer megtrágyázni, lehet, hogy azt el fogom engedni, megmondom őszintén, és akkor egyszer lesz trágyázva, le lesz permetezve, és akkor gyakorlatilag nem olyan túl sok hozamveszteségünk lesz, azt hiszem, hogy 20%-kal kevesebb. Ekkor a földet úgyis, amire learatunk, ebből lesz egy csomó pénz, mert ugye akkor nem kell kivágnom a fákat. De ki kell vágnom a fákat, mert kell arató szerkezet. Hű! Azt a rott életbe, gyerekek. Vannak bajok. Édes Istenem, meg kell nézni a Forsyth Combine mennyibe kerül, mert a Combine-nak is van baj. Favágásból egy Combine meg egy aratószerkezet kompletten lehet, hogy jobban örülnék neki, mint így alapban, ahogy vagyunk most. Pótkocsik egyelőre ugye ide jönnek, ahogy beszéltük. Jó, állítsuk meg, mert mindjárt ki fog fogyni. Nézzük meg ebben a részben, még gyorsan megnézzük mindenképp akkor ezeket a helyzéket, kombájnokat. Hogy a Forsyth az hogy áll. Nézzük meg a Forsythnak milyen aratószerkezete van. Hol vannak a kukorica aratószerkezetek a gépekre, gyerekek? Azt egyszerűen nem értem. Oké, ezt tudja. Ez 5,7 méteres. Modoltba az a legnagyobb, ugye? Amelyik tud. De az 6 méteres, de az mondjuk mindent tud. Mondjuk lehet, hogy érdemes lenne a 6 méteres minden tudóst, ugye? Itt az egyik se az, meg ugye itt sincs. A kukorica adaptereknél sincsen. Itt nincs is modolt. De itt van a Forsyth. Akkor ez a Forsyth. 4,6 méteres. De itt van volt. Ez meg 5,7, ami minden tud, az meg 6. Mondjuk, ha minden tudod kell, akkor megvenni ezt. Ez tud kukoricát is, ugye? Ez tud kukoricát is. Érdekes, hogy tud kukoricát is. Nem nagyon értem, hogy hogy. De hát írja, hogy napraforgót is kukoricát is tud. Akkor ez jó lenne. Ez ugye az izéhez kapcsolódik egyébként. Igen, mondom. Ehhez, a Donhoz. Nézzük a Don. 6000 literes egyébként, nem rossz. A Don. Don. De mondhatok, hogy vannak tök jó Forsythek. Azokat is nézzem át. Hol láthatok Forsythet 15000-ért? Valaki mondta, 15000-ért látott Forsythet. Hát nincsen, more. A Forsythek baró drágák. 64, meg ilyesmi. Ja, lehet, hogy Don Combine-ra kellene cserélnünk egyébként. Lehet, hogy az jobban működik. Ja, akkor meg lenne neki a mágó szerkezete, hát akkor megint egy 20000-et összegen koppintana. Akkor viszont akkor megúsznánk, nem kell most műtrágya. Egy 20000-et össze kéne kapnom ezekből a fákból. Ha nem 20000-et, akkor marad a Combine és eszünk rá alató szerkezetet. Úgyhogy ez így lesz. Viszont ezt akkor le kellene... Kaptam ezt a két raklapot, és át kell alakítanom a pótkocsit, hogy tudjak benne fát hordani. Nem fogunk, kézzel fogjuk fölpakolni, elég gyorsan fölpakoltuk egyébként.
Nem hiszem, hogy fogok csipeszt venni, az ilyen ágos bogacs faszóval érdemesebb a picire is vágni. Úgyhogy valószínű, hogy ez így lesz. Ezen mennyi van? Legalább megnézem már. Mert alapban nem tudod megnézni, hogy ezeken a raklapokon mennyi van sajnos. Ebből ezen sok. A nyomírtó az nem nagyon fogy egyébként. De viszont ez... Ja, hogy ez ilyen rohadt nehéz. Igen, ezt elfelejtettem. Akkor ezt vegyük le. Ja, a gyomírtóhoz kell súly. Ha már ott van az a mag, akkor menjen ide. Azt a sheltert megint nem volt nagy értelme megvenni, mert nem férnek be majd a gépek. Úgyhogy ez érdekes lesz. Súlyt veszek föl. Jó, széttiportam itt a fődet. Majd a vészét meg kell nézni, hogy az hogy működik. Hogy ez termel nekünk izét? Hogy abban gyűjthetem? Vagy nem tudom, hogy pontosan, hogy van. Lehet, hogy oda lehetett volna borítani, és akkor a... tudod begyűjteni? Nem tudom, az hogy van. A tyúk még egy darab tyúk nem tudom, itt van egy darab tyúkunk, ugye? Gyerekek, ez ide van, ja, ide van még spanizva is ráadásul, már van. Elvileg nem, aha, itt a raklap széle. De mindegy, mert mindenképp kellett hozzá a súly. Ugye, abban nem szereti. Döntsük meg jobban. Viszont ez sokkal jobb ez a terület, mert ez a bázis. Bázis, vagy tanya, vagy farm. Sokkal jobban tetszik. Oké, gyerekek, tökéletes. Meg is vagyunk. Ugye mehet le a homlokrakodó, de azt kell, úgy kellene lepakolnom egyébként a homlokrakodót, mert általában mindig nem az van rajta, ami kell, hanem középre magát a szerkezetet, és akkor a hozzá csatlakoztató cuccokat, azokat meg így két oldalra, és akkor azt veszem fel, amelyiket akarom. Jó, jó az elrendezés, mert így akkor minden sorba van ragva. Oké, srácok, tök jó. A súly is ott van, még sorba. Hogyan állunk a izével? Akkor a másik oldalra valószínűleg át kell rakni, mert ott meg nem csinálta meg. Itt meg pont leér, de ugye itt valószínűleg csak itt szedte, és akkor a másik oldalt meg le kéne vele fújatnom. És meg is van. És akkor jöhetne a gyomtalanítás. Egyébként tök jó. Á, igen, nem viszi ki teljesen. És most nem tudom hova tolad, de ne tolasson. Átmegyünk a másik helyre. Ja, nagyon gyomos, azt meg kéne csinálni ezen az oldalon, meg mi van? Már értük, hogy nézzek egy ilyet? Megtrágyázott 0%, látod? Hogy izé, hogy ami már be van érve, az is 0% megtrágyázott. Szóval érdemes volt akkor megvennem, amikor megvettem, mert így meg tudtam trágyázni, nagyobb hozamot értem el. Viszont azért a kukoricája szerintem baró sok pénzt fogok kapni. Ha egyszer le fogjuk karatni, mert nem lesz az egyszerű. Innen megkezdjük, és akkor arra. És akkor szedje össze szépen, vagyis szórja meg szépen. Okay. Dologra paraszt, nyomjad neki. Oké, elvileg itt megtrágyázott 0%, itt meg már megvan trágyázva 50. Ugye ott azt a részt trágyázta csak végig, mert itt ugye beakadt. Itt elvileg már 50% meg kell lennie. Igen, működik is. Jó, jó működik minden, szuper. De durva izényszerre szembe vagyunk. A TS telepe mi? Szinte. De frankó. Jó, elvileg el fog fordulni a másik irányba. Remélhetőleg. Ugye? Remélem arra fordul. Aha, jó. Oké, jó működik minden. Szuper gyerekek, ez meg miért jár a motorja? Oké, akkor ami kellene, tojás még mindig nincs, hogy eladjuk. Itt van egy kis búzánk egyébként, ebből ki tudnám járni, lehet, hogy már ebből nem. Nem is nagyon érdekel az.
Egyébként a fűből is tudnék itt ugye pénzt csinálni. Ja, annyit kellene csinálni, hogy ezt a pótkocsit akkor el kellene vinnem. Megmagasítózni, aztán megrakni fával, kivágni az összes fát, amit lehetséges. Amennyi, hát igen, ki fogjuk vágni az összes fát, viszont ne aggódjatok, mert a következő részben nem csak az lesz, hanem azt fogjuk csinálni, hogy a favágás közben még ugye le kell gyomtalanítani ezt a földet. Éppen csinálni, jó. Le kell gyomtalanítani ezt a földet. És közben ugye időt fogunk pörgetni. Lehet, hogy annyit még meg fogjuk gondolni, hogy ne vegyünk még műtrágyát a legelső arab fából. Visszatolatok majd. Nem tolatok vissza. Már kim vagyok, haver. Ne duráljál! Ne duráljál! Gyerekek, már konga az üzemanyag tartály. Nem benzin, egyébként lehet, hogy benzint mondtam, mindig benzint mondok, azt tudom, hogy gázolajám, nem vagyok hülye, csak kapkod a keeper. Figyelj, megnézzük a traktoros, mit csinál. Megállt, nem ér át meg. Kifogyott, jó, eddig bírt a gyerekek. Valamennyi része nem lett letrágyázva. Nem olyan túl sok. Itt a... Az a rész, ott egy csík. Ott a végéig, ugye ettől a fás résztől. De ugye ez mind megvan. Jó vagyunk, oké. Hát lehet, hogy fogunk még műtrágyát venni. Én mondjuk 1500-an valamból meg is tudnám venni. Hát 500-on van, meg tudnánk venni, mert ugye eladtuk az adaptert. Úgyhogy lehet, hogy azt fogjuk csinálni. Ezt itt is hagyom, és nagyon elgondolkoztam. Jó, bérköltsége. Minusz 474. Te rohadt élet. Ja, lehet, hogy elhozom a homlokrakadót, lehet, hogy egy izét fel fogunk be, de mondjuk zsákosat is tudok hozni. Várj, hozzunk zsákosat. Úr, nagyon el vagyok izéve, nagyon el vagyok. Egy folyamatosan kattog az agyam. Már nagyobb hozamot tudnánk letermelni azért arról a kukoricaföldről. Hogyha ugye meg lenne fúra trágyázva, meg le lenne... ide raktam a kocsit, ez olyan tipik, nem? Hogy így áll egy ilyen portkocsi az utcájára kivilágítottam. Mindig arra szoktam mondani, azért neki durant egy ilyen meg valaki. Pont itt Misefán is áll egy szomszéd faluba, ugyanígy. Valami házat lomtalanítanak, vagy nem tudom, és akkor ide hogy leparkoltak. Igen, akkor hozok még műtrágyát. Ugye mennyi használódott el? Olyan 2-600 liter kellene mindenképpen, az 6 zsákra való. Az azt hiszem, hogy meg is tudom menni. Föl tudom dobni a pótra, el tudjuk hozni, meg tudjuk tankolni a izét, a műtrágyaszórót, meg tudjuk majd még egyszer csinálni. Jó, ezt megoldjuk, gyerekek. Muszáj lesz. Ezt át kell alakítani. Meg kell vennem a démonjának azt a lapkopját, mert ez így zavaró, hogy mindig ide kell jönni, de hát... Bocsász érte. Oké, ez így lesz. Ugye itt tudunk fát sokat. Szupi. Szupi, szupi, gyerekek. Jó lesz. Visszük a műtrágyát. Na, állítsuk meg mindig bazzel, mert ki fog fogyni majd a réten bazzel a traktor. Kettő. Entert nyomogatunk. Három. Négy. Adjunk egy 500-at üzemanyagra, vagy nem tudom. Oké. Fördobjuk. Pörgetni az időt nem szabad, gyerekek, nehogy ne üljön a kukorica, mert akkor már cseszhetjük, ugyanúgy elcsesszük mindez előtt. A gyerekek. Megpróbálom beledobni, nem tudom, talán egyszer. Nem.
ki kell tapasztalni. Ez jó nehéz, aztán nem dobja olyan magasra, úgyhogy innen jó. Oké. Így jó. És kell ne vesszenek, mert ezek ugye hajlamosak rá. Remélem, hogy benne maradt. Nem így eltűnik. Nem esik le a túloldalon, úgyhogy jó vagyunk, gyerekek. Ha, ez belepattant. Jó, ezt még megcsinálom, tudom, hogy már átmentünk a... De az előtti rész az úgyis rövidebb volt, ugye mondtam, hogy akkor hosszabb lesz ez. Úgy egyre jobb, annyira élem ezt a játékot, most nem tudom, hogy van ilyen cél. Oda rész, hogy beledobta. 3 pontos. Van ilyen célunk, így tök jó. Meg úgy jó nehéz is, mindig kifundálni, hogy mit csináljunk. Ez így tök jó. Az így jó játszani egy játékot. Annyira nem tudom megérteni valakit, aki csitel. Egy olyan játékban, amiben el kell érni dolgokat. Miért? Nem szabad. Azt itt lebillentem majd rám, de aztán eltűnik az összes, mi? Lol. Nézzük meg, hogy megmaradtak. Ó, beszórta oda a képet, tök jó. Ugye ilyenkor nincs is pari se? Azt hiszem. Nincs. Ilyenkor ilyen ömlesztett cuccot tudsz vinni, vagy pedig ilyen szálas dolgokat. Füvet, szénát, szómat. És nem potyognak ki. Tök jó. Jó van, gyerekek, ki kell szedni a fát. Jaj, de jól haladunk. Odaríz, itt hátul is van bejárata ennek a földnek. De jó. Az a baj, hogy a kerítés az teljesen körbeér. Hátul nem tudok kimenni. Képzeljétek, itt mennyi fa, itt disznót, meg marhát tudnék termelni majd. Megjött szopi. Valahol, nem tudod tudok billenteni ezzel? Egyébként. F1. Bazán, nem tudsz billenteni ezzel? Nincs billentő. Legalábbis kirakodás itt nincsen. Úgyhogy ez ugye baráti. Le kell szórni, bazza. Várjál, ma itt vagyunk. Meg akkor azt a hátsó fertájt is meg fogom csinálni először mindenképp. Visszamegyünk. Azaz, gyerekek, azaz. Jó, akkor ezt ide is készítem, hogy ez lesz a következő, hogy ennek oda el kell menni hátra. Ugye? Oké. Üzemanyag is kell, majd lehet kellene hoznom egy kannó üzemanyagot legalább, vagy valamit. Ezt meg sajnos nem tudom lebillenteni, úgyhogy le kell dobálnom, de valószínű, hogy akkor ide dobom. De! Jó, oké, tud billenteni. Hátrafele. Érdekes. Ja, itt meg már írja. Nem tudom, az előbb miért nem írta. Én voltam a béna, vagy én voltam a vak, mi? Úgyhogy ezt tudok én valahol billenteni. Hoppá! Hoppá, bementem a izébe, az épületbe, gyerekek. Fökapatott a kerék oda. Hát itt már nem kell arra visszatolatnom szerintem, nagyon. Talán oda be tudom forgatni. Meglátjátok, a keeper milyen ügyes a forgózsámolyassa. Hogy mégiscsak be tudja oda fordítani, ahova kell. Ugye? Hoppá! Egy olyan veszett helyzetből, ahol voltam. Na! Ide szerintem bőven lerakhatom. Ha persze úgy kell lebillenteni a zsákokat. Ahhoz van eszed. Nagyon jó! Komolyan mondom, imádom! Hogy miért szereti az ember ezt a játékot? Sokan csodálkoznak rajta. Hát azért, mert eszméletlen jó. Jó, hát akkor favágás lesz, gyerekek. Ezt a fát azt meghagyjuk egyelőre. Azt. Ugye az is az enyém, hanem ezt kivágjuk, mert ez amúgy is tök szar helyen van és idegesítő. Úgyhogy ezzel fogjuk kezdeni. Elvisszük ezt ott üzeljen, nyomja le. Utána meg ezt ki fogjuk vágni. Na gyerekek, szerintem a következő részben várlak benneteket. Hát azért haladunk, én úgy érzem, várjátok, fel tudok ennek a sörtörnek ugrani mindenféle trükközés nélkül a tetejére. Itt figyelni, parkörködünk, oda én, hopp. És akkor egy nagy, nagy ugrást akartam. Tyúk, te meg tojás, hogy milyen, miért tartod, be van fagyva valagad, vagy mi az? Ó, ha micsoda likag vannak itt.
oda nézhetek, ameddig a szemem lát, addig az én földem van. És azt, azokat a mellette lévőket is meg kell venni, és úristen, ezeket összeszántod, mint hallod? Hát ez, öcsém, most nem azért nézzél rá? És képzeld, nem látsz el addig, hallod, ameddig a miénk, szó szerint, várjál, beülök a gépbe, lehet, hogy úgy jobban. Oda néz, tesó, oda néz. Oda nézzé, meddig kijelne. A vasút partig, ugye itt a 11-es, 10-es, 9-es, és azt hiszem még ott tovább van a 8-as, ugye? 8-as, a 8-as az ilyen extrém nagy, és ez kiér a vasút partig. És ez az egész így egyben lenne. Hogyha összeszántanál, azért ez epikus lenne, nem? És a izékat következők, ha megnézed, a 9-es, 8-as, az hátrébb is ér, ott elmegy még ott hátul. Ú, te édes Istenem. Viszont ez is már nagyon jó eredmény, egy ekkora föld. Örülök neki nagyon, gyerekek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tetszik a sorozat. Én nagyon-nagyon imádom, és egyre jobban. Sziasztok!